Miközben a koronavírus az élet számos területén fennakadásokat okoz, az Óbudai Egyetem kutatói, fejlesztői sokkal nagyobb tempót diktálnak, hogy segítsenek a bajba jutottaknak, ha a tömeges méreteket ölt a járvány. Kozoszti Miklós ötlete nyomán az Óbudai Egyetem befogadott egy olyan fejlesztési kezdeményezést, hogy a most kialakult koronavírus járvány kapcsán egyes nyugati országokban, illetve várhatóan majd máshol is megjelenő akut lélegeztetőgép hiányt tudjuk kezelni. A műszaki megoldásnak az a kulcs ötletes lényege, hogy egyetlen központi egységből több végpontot, több beteget lehet párhuzamosan ellátni, úgy, hogy egy olyan szenzorrendszer és egy-egy szoftver került kidolgozásra, kialakításra, ami betegenként tudja biztosítani a megfelelő levegőáramlást, nyomásgörbéket, oxigénellátottságot és hasonlókat, miközben az egyik drága és fontos központi elem a meghajtás motor, annak a vezérlése az csak egy darab, tehát nem kell minden egyes beteghez egy különálló gépet telepíteni. A kísérleti darab 5-10 beteget tud ellátni egyszerre, ám később akár 50 beteg egyidejű lélegeztetésére is alkalmassá tehető a kifejlesztett berendezés, amely kifejezetten a koronavírussal fertőzött emberek életben tartására, gyógyítására használható, más légzőszervi kórokhoz nem. Normál körülmények között nagyon ritka az a tömeges megbetegedés, ami már teljesen azonos típusú, azonos lefutású, azonos korképű betegek tömegei állnak elő, és kell nekik lélegeztetés szinte egyszerre. Tehát ameddig egy-egy betegség vagy egy-egy betegség típusnak olyan eltérő változata jelennek meg, addig nagyon fontos az a nagyon széles spektrumban állítható, tehát tághatárok között állítható paraméter halmaza, ami a tipikus lélegeztetőgépeknek sajátja, tehát sokkal több funkció, sokkal több egyedi beállítás lehetséges, ami miatt ugye ezek, ha egyszer oda kerültek egy kórházba, akkor a lélegeztetésnek a teljes spektrumát le tudják szedni. Mi most kifejezetten arra fókuszáltunk, hogy a legsúlyosabb koronavírusos tömeges előfordulású helyeken az azonos típusú, azonos lefutású, azonos stádiumú betegeket lehessen hatékonyan lélegeztetni. A főigazgató elmondta, hogy kereskedelmi forgalomba csak olyan a gyógyításhoz használható eszközöket hozhatnak, amelyeknek megvannak a szükséges engedélyei. Az új európai orvostechnikai eszközszabályozás szigorodása miatt ez éveket venne igénybe, ezért nem erre koncentráltak. Elsősorban nekünk az a célunk, hogy a technológiai demonstrációs prototípusunkat előállítjuk, ez volt az első ütem. Ez gyakorlatilag a múlt héttel sikerült, tehát megvan ez a működőképes prototípus, ahol a koncepciót be tudtuk mutatni. A következő fejlesztési stádium az, hogy ennek azokat a funkcióit, használhatóságát, paraméterezhetőségét beállítjuk, hogy ezt igenis oda lehessen adni egy klinikusnak, oda lehessen adni egy nővérnek, egy doktornak, aki ezt kezelni fogja ugye a beteg mellett, és megbizonyosodjunk róla, hogy valóban a rendszer képes hosszú távon is azokat a paramétereket biztosítani, illetve fenntartani a lélegeztetés során, ugye, amikről tudjuk, hogy szükségesek. Ezek a tesztek következnek most, és utána, ha úgy kívánja a szükség, akkor ezt a rendszert már be lehet vetni élesben. Vagyis ha ezek a tesztek sikerülnek, akkor olyan krízis helyzet esetén, mint ami most New Yorkban van, vagy Indiában, illetve Afrikában is várható, vészmegoldásként bevethető az Óbudai Egyetem által fejlesztett tömeglélegeztető berendezés. Ám ez mindig az adott hely, illetve térség egészségügyi vezetőinek döntésén múlik.